Oké, sikerült szinte megállítanunk a mozgásunkat. Még kicsit lassítunk, cirka 30 km-re van tőlünk a cél. Elnézést a fényért. Másrészt elnézést, hogyha valakinek kiviszi a dobhártyáját, a hajtómű még mindig nincsenek hangfalaim. Égetünk egy kicsit most a célpont felé. Mondjuk az űrben nem kéne hallanom, itt nincs levegő, nincs, ami vigye a hangot. Vagy csak nem azt hallom, amit Mitlász hall benne a kabinban. Ez is egy lehetőség. Oké, 100 méter per szekundum a sebesség bőven elég lesz. Oké. Elkezdett megváltozni a célponttal viszonylagos mozgásunk. Oké. Most megfordulunk és megállítjuk a mozgásunkat. Úgy. Beállunk irányba. Foly közben az RCS-ünk ki is kapcsoljuk. Oké. Megálltunk, remek. Égessünk a célpont felé. A motorcsillagra raktam lámpákat? Remélem az nem ártana, mert erre elfelejtettem. Ez most esik le. Ez a baj azzal, hogyha valamit kinn akarsz hagyni az űrbe, hogyha akarsz rajta egy kicsit korrigálni, és nem tudod megoldani egy dokkolással, akkor rögtön vissza kell menni a tervezőasztalra és mindent újra csinálni. Mondjuk szerencsére ez még nem egy intergalaktikus cirkálóhajó, csak egy kis felderítő vadászgép. Annak ellenére, hogy még nincs mire vadászni, hogyha erre rakétákat raknánk, akkor eléggé halálos lenne. Ott szágúdott el mellettünk a matálcsillag. Sajnálatos módon. Nem baj. És hogy megállítjuk a mozgásunkat. Oké. Ezt a forgást egy kicsit lassítsuk le. Jó. Belőjük magunkat irányba. És megkezdjük a közeledést. Oké. Na, kinyitjuk a dokkolóportunkat. És megnézzük, hogy a matálcsillagon vannak-e lámpák. Lámpák? A matálcsillagon nincsenek lámpák, de van rajta két róla nagy dokkolókar, amiket nem nehéz meglátni. Oké. Hol a matálcsillag? Ott a matálcsillag. Pont fölöttünk, pont alattunk, pont mellettünk. Ott van, ott a matálcsillag. Remek. Álljunk be irányba. Lassítsuk le a mozgásunkat. Kezdetnek nem ártana. Oké, 2 méter per szekundum. Na. Ott a dokkolókar. Szerintem az lenne a legbölcsebb, hogyha megpróbálnánk azt a dokkoló portot megcélozni. Álljunk be célpont felé. Közben tartsuk szemmel az RCS-ünk mennyiségét. Oké. Oké. Mindjárt ráfordulhatunk a karra, nem akarok túl sokat forgulódni az RCS-szel, úgyhogy inkább várok. Remek. Ups, azt hittem Time Warp-on vagyunk, hé! Oké, beállunk irányba. Az Isten itt. Itt nem kellett volna RCS-t használnom. Melyik irányba is kell égetnem? K irányba. Gyerünk. Az Isten itt. Az Isten itt, az Isten itt, az Isten itt, az Isten itt. A francba! Kifogyott az RCS. És lerépült az egyik szárnyunk, remek. Mit mondjak, ennek nem örülök. De tudjuk, hogy a... hogy is hívjákunk? A... MSS Dudberry képes arra, hogy kirepüljön a Holdig. A Minusig, és visszajöjjön. Úgyhogy... most... Mitlaszt... Azon még nincs olyan modul, amiben körbe alakat tudnék tárolni, mi? Francba. Jó. Az MSS Dudberry-t leállítjuk a pályájáról. Belevezetjük a földbe. Mitlászt megpróbáljuk itt hagyni a matálcsillagnál. Én pedig visszamegyek, javítok a hajón. Kijavítom azt a pár műhibát, amit elkövettem, például a lámpák hiánya, más dokkolóportok hiánya, hasonlók. És dokkolok a matálcsillagon.
Úgyhogy álljunk be, azóta sebességgel ellentétes irányunk? Igen, ahogy elnézem. Álljunk be sebességgel ellentétes irányba. Fölnyomjuk maxra a gázt. Mitászal pedig kiugrunk. És a motálcsíra környékén maradunk, mert abban a pillanatban, hogy felhozunk valamit, ami a, amibe körbinek, körbalokat tudunk rakni. Berakjuk a matálcsillagba. A Dudbury csökkenti a pályáját? A Dudbury csökkenti a pályát, mindjárt beérkezik az atmoszférába. Oké, na. Te... Hogy is hívnak? Mit lesz? Mit lesz? Te itt maradsz? Rá is ülhetsz akár az oldalára, vagy valami, ahogy kényelmes. Oké. A Dudbury pedig... Már olyan messze, hogy nem tudok rá váltani. Fura. Dudbury teljes erővel éget. Jó sok üzemanyagot raktam bele, mit nem mondjak. Na, lássuk, hogy néz ki, amikor lezuhan. Mindjárt visszatérünk. Lenne itt egy apró probléma. Olyan baromi sok üzemanyagot raktam a Dudbury-ba, hogy... elkezdte megfordítani a pályát, és lehet, hogy új pályát fog kialakítani. Ami látjátok, baromi módon elkezdett gyorsulni. Aminek már csak azok az oka, hogy ugye félsódírós lett a hajó, miután hiányzik egy szárny és egy űrcellux szalag. Úgyhogy elkezdett fordulni magától. Reméljük azért becsapódik. Oké, ez már nem fog pályát kialakítani. Szerencse, hogy elfordult, mert hogyha ez menetirányra ellentétes irányba halad, akkor megfordul és kialakít egy körpályát. De miután félig meddig lefele éget, ez nem következett be. Na, varpoljunk egy kicsit. Oké. Atmoszféra, úgy tűnik az óceánba fog becsapódni. Remélem, hogy eléri azt a kontinens darám. Na, lássuk, hogy néz ki, amikor ez becsapódik. 2500 méter per szekundummal. Ebben a hajóban több juice van, mint számítottam. Azt hittem éppen, hogy elég lesz arra, hogy kimenjünk a minuszig meg vissza. Au. Ez még így darabokban is barom jól néz ki. Aerodinamikailag sajnos nem olyan jó. De még így is nagyjából egy irányba marad, az SCS úgy tartja. Látszik, hogy az SCS harcol az atmoszférával. És pörgünk, mivel felsódéros a gép. És pörgünk, és csapkodunk, és pörgünk, és... Hogyha az SCS átmegy siklórepülésbe, akkor én beszarok. Mert mondjuk azt adtam ki neki, hogy tartsa vízszintbe a gépet. De úgy látom nem sikerül neki, oké. De eléggé közel áll hozzá minden egyes alkalommal, de a gép átesett és nem tudja visszahozni. És irány az óceán. Remek. Na. Próbáljuk meg módosítani a hajót és dokkolni. Mindjárt visszatérünk. Oké, itt is vagyunk. Közelítünk a következő találkozási ponthoz. Mindjárt el is érjük. Oké, rögtön megkezdjük a célponttal. Célponthoz viszonyított sebességünk csökkentését. Most azonnal, most. Úgy, tökéletes. Beállunk, beállunk, beállunk. Na, amíg ezt csökkentjük, addig lássuk, mit adtam hozzá. Raktam rá egy kupac ilyen kis gömbölyű RCS tartályt, valamint egy ilyen szokásosat ide. Ezekben 40 ecsényi RCS üzemanyag van, egy ilyenbe 100. Raktam rá lámpákat. Biong! És kb. Ennyi. Ja, mert raktam ide és ide egy-egy RCS portot. Ó, igen, és a hajó neve az MSS Denony. Másik ragyogó astronautánk tiszteletére. Nos, mindjárt megáll a célponthoz viszonyított mozgásunk. Remek. Lassítunk majd még egy kicsit. Remek, ezt most már az RCS irányítja, hogy... Ups! Az idem kikapcsoltam a hajtóműveimet. Apróba ki. Ja igen, mert volt előbb egy kis műhiba, amikor leválasztottam a... középső állomásunkat, legalábbis majd a múltkor középsőnek használtunk. Ó, ott van, izé... Mit lesz? Akkor volt egy robbanás, nem tudom, hogy mi robbant föl, remélem, hogy csak a decouplerök. Többet kell égetnünk a célpont felé. Még túl messze vannak az, hogy ilyen kis sebességgel megközelítsük őket. Különösképpen, hogy eléggé különböző pályán vagyunk. Elnézést. Na. Közelítünk. Oké, még. A rohadt életben a sötét oldalon vagyunk.
Oké, megfordulunk. Lassítjuk a mozgásunkat. Úristen. Úgy beszélek, mint egy 30 éves lánc dohányos. Egy pillanat és visszatérek. Oké, itt vagyok. Csökkentsük a sebességünket. Oké. És kezdjünk el mozogni a célpont felé. Begyomjuk az SCS-t. Olyan jó. 75 méter per szekundum szerelem elég lesz. Oké, tökéletes. Mi a? Imádom, amikor belagul a Time Warp. Rögtön megállítjuk a mozgásunkat és visszaégetünk a célpont felé. A béta az béta. Oké, égetünk a célpont felé erőteljesen. 25 méter per szekundumnak elégnek kell lennie. Oké. Most megállítjuk a viszonylagos mozgásunkat. Az a sok manőverezés nem tesz jót az üzemanyagomnak. Lassú. Oké, tökéletes. És most beállunk irányba. Úgy, megáll. Úgy, jó kutya. És most elkezdünk az RCS. Még egy kis belnyomunk a hajtóművel. Mondjuk ezért szeretem a hajtóművel kapcsolatban. Ezért szeretem a nukleáris hajtóműveket, mert ezekkel még lehet ilyen finom manővereket is folytatni. Úgyhogy egy nagy hajtóművünk lenne, akkor ilyen manővereknél már nagyjából elszálltunk volna az állomás mellett háromszor. Na. Tökéletes, a matálcsillag felé haladunk. Viszont az állomás rossz szögben van. Most megpróbálnám eltologatni az űrhajót, viszont azt utálom csinálni. Úgyhogy maradunk az egyszerűbb módszernél. Egyrészt meglátjuk az űrhajónkat itt. Kicsit haladva az állomás felé. Nem ezt akartam, úgy. És a matál csillaggal az űr, beállítjuk a karunkat az űrhajó felé. Mi van a matál csillaggal? Miért nem tudom? Na azért, az előbb nem tudtam valamiért bekapcsolni az RCS-t. Fura volt. Mi lenne akkor, hogyha megjelennénk az SNS, az MSS Denon itt célpontnak és innen irányítanánk? Oké. Beállítjuk pontosan a Denoni fele a dokkolókart. Jó. És váltunk vissza a Denonire. Mi a? Ahhoz a nincs ESCS tényleg. Fenébe. Apró műhiba. Na jó, égessünk. Ott a dokkoló kar, amit úgy tűnik nem sikerült olyan pontosan beállítani, mint reméltem. Mi az egy nót? Mi az Isten? Mert csak azt hiszem ott van, mit lesz. Nem, az ott a Dudberry leszakadt szárny, akkor nem tudom, hogy hol van, mit lesz. Jó, célpont bemérve. Beállunk a célpont fele. És égetünk egy kicsit. Gyerünk, még egy kicsit égetünk. És nem tudom, hogy miért nem tudom kilölni a... Mi az Isten van? Miért nem tudom kilölni a dokkolóport a célpontnak? Remek. Átmegyünk dokkolás üzemmódba, ezt még sose használtam, mert nem volt rá szükség, de úgy tűnik most lesz, mert még sose dokkoltam mozgó objektumra. Ups. Úgy tűnik, ezt nem is fogom használni. Megállj. Úgy megállunk. Úgy tökéletes, megálltunk. Célozzunk meg inkább azt a dokkolóportot. Van egy olyan érzésem, hogy ez a dokkolóport nem ott van egészen, ahova mutat az űrhajónk. Barai módon nem ott van, ahogy elnézem, oké. Örülnék, hogyha nem ráznál szét a hajómat az SCS. A fenébe, én nem is tudom meglökni magam egy másik irányba. Mert elkezdi fordítani az űrhajómat. Nem ezt az
Utálom a dokkolást. De sajnos szükségünk van rá. Dokkoljunk arra a portra. Mi a... Még egy kicsit összezavarónak is néz ki az űrhajónk, sosem tudom eldönteni merre mutat. Oké. Na jó, állítsuk meg a mozgásunkat, kezdjük azzal. Oké, minden nyugodt, minden megállt, jó. Beállítjuk azt a portot célpontnak. Befogjuk, bekapcsoljuk az SCS-ünket. És elkezdünk égetni egy kicsit felé. És bekapcsoljuk a lámpáinkat. Remek. Onnan irányítjuk a hajót, hoppá. Ups, várjunk, ott az alkalom, gyerünk, indulj utána. Mi az Isten? Francba. És nincs is ESCS rajta, amivel meg tudom állítani, a fenébe. Várjunk, állítsuk be az űrhajónkat úgy, hogy tudjam, hogy merre van a felfele. Na. Kapcsoljuk ki az istenverte lámpákat. Állítsuk meg a célpontot, viszonyított mozgásunkat. És kikapcsoljuk a kibaszott SCS-t, mert szétrázza a hajót. Na. Elkezdünk nagyon lassan megindulni. És minden rendben van, pont eltaláljuk a dokkoló portot. Gyerünk, dok. Fenébe jön, általában rácelúszhozza magát a dokkoló portra, így zubb, beszippantja, mint egy porszívó francba. Hát mind látjátok, nem vagyok a legjobb dokkoló pilóta. Jobban szeretek az űrbe röpködni. És őszintén szóval utálok RCS használni. Célpont bemérve. Célpont felé céloz, célpont felé indul. Dokkolj. Az Isten itt. Össze-vissza biztosapelgetjük a hajónkat. Na. Reméljük nem törjük le a napelemet. Bekapcsoljuk az istenverte lámpákat. Be tudjuk húzni innen esetleg a napelemeket? Ezt már esetleg is fejtettem, hogy ezt esetleg megtehetném. Napelemeket behúzni, főleg a nagyokat. Azok okozzák az igazi akadályt. Na. Az legyen a célpontunk. Nem, az legyen a célpontunk. Az Isten itt. Irányba! Gyerünk, irányba! SCS kellett volna raknom arra a hajóra, így baromi nehéz forgó objektumra dokkolni. Vissza. Visszamennyi. Hát, pakolva! Oké, becéloz. Megindul. Onnan irányítjuk. Nem, vissza. Megáll. Ha esetleg felrántjuk a hajónkat, akkor el tudjuk találni azt a portot. Nem úgy tűnik. A fenébe. Egy pillanat, nyugalmat kérek. Onnan irányítunk. Megcélozzuk azt a portot. Bevenjünk dokkoló üzemmódba. Na itt mi az Isten, micsoda? A shift-tel. Ez nekem bonyolult. Mi? És hol a cél? Hol a célpont ezen a... Picsába dokkoló üzemmóddal vissza. Olyan mondom, a leghaszontalanabb dolog a világon. Oppa, célbe állít. A francba. Utálok három dimenzióban irányítani. Pedig az űr sajnálatos módon három dimenziós. Nem fogyott még el az RCS-ünk? Nem, de közel áll, lesz viccnek szántam.
Fel kell jutatnunk erre az állomásra minél hamarabb egy ESCS modult, addig szerintem nem is tudunk rá dokkolni. Ami eléggé problémás lesz, ugyanis dokkolással tudjuk feljutatni az ESCS modult, ahogy ez most leesett ebbe az utóbbi 2 másodpercbe. Jó, de hülye volt, amikor ezt megépítettem. Azért múltbeli önmagamat alaposan pofon fogom vágni. Mindig megnehezíti a munkámat. Gyerünk. Gyerünk. Mi? Tapadj! Tapadj! Miért nem tapadsz? Tapadjál! Miért nem tapadsz? Na, azt beállítjuk. Nem, nem. Várjunk. Beállítjuk a célpont. Ups! Ott repült egy pár napelem. Remélem, hogy az állomásról, ahogy elnézem, igen. Az istenit. Sajnálatos módon ezt úgy látom, sikertelen küldetésnek kell elkönyvelnünk, mert az állomás forog. Az istenit, miért én? Miért pont én? Miért pont én voltam olyan hülye, hogy nem raktam ESCS-t egy űrállomásra? Na. Elfogyott az RCS. Arról ott életbe. Azt hiszem, ezt kénytelen leszünk sikertelen küldetésnek elkönyvelni. Majd megpróbálok dokkolni egy ESCS modult arra az állomásra, aztán utána rádokkolni a hajót. Viszont az már őven nem fog beleférni. Úgyhogy ez volt én már a Matavarna, ez volt itt a Matal Space Program, és találkozunk a legközelebb. A viszontlátásra!